ilyet még nem láttál. Nagyon gyönyörű helyen élünk itt a Kárpát-medencében, különösen egy Székelyföldön nagyon sok olyan történelmi földrajzi helyszín van, amelynek nem csak a valós látványában érdekes, hanem tényleg nagyon szép történetek fűződnek ehhez. Tehát itt valamikor a székely emberek ezt meg kellett magyarázzák, hogy miért született az Egyeskő, Likaskő vagy a Szent Anató, hogy lett, vagy a Gyilkostó, és mind olyan történetek kerekedtek ki ezekből, amely gyerekek számára tanulságosak. Érdemes ezeket elolvasni, és hál' Istennek vannak már olyan lehetőségek, hogy nem csak olvasunk egy száraz, régen lejegyzetelt történetet, hanem ezeket különböző formákban lehet tanítani a gyerekeknek. Tehát rajzfilm formájában, társasjáték, színező. Az a lényeg, hogy egy 21. századi köntösben, ha a gyerekeknek ezeket a történeteket megtanítjuk, teljesen másképp nőnek fel ebben a környezetben. Azok is, akik ide jönnek Székelyföldre, azok is, akik itt élnek. Most ilyen SMS-ezős világban élünk, meg minden olyan, minden röviden, meg gyorsan történik. Én azt mondom, hogy a mondák, legendák azok ilyen SMS-ek, üzenetek az őseinktől, és utat mutatnak a jövőbe. Tehát a gyerekek nem csak megismernek egy helyszínt, hanem tényleg ezek olyan történetek, amelyek a furfangról, becsületről szólnak. Egy teljesen más világban növünk fel. Ma már a szülőnek kihívás az, hogy a gyereket olvasásra késztesse. Tehát tényleg, hogy egy olyan anyagot tegyen elő, amit leül és érdeklődéssel elolvassa. Gyerekek, nekünk most nagyon gyorsan a mesefába kell jutnunk. Nem mindegy, hogy az angyal mit hozza ugye a karácsonyfa alá, hiszen az ajándéknak nem csak egy napig kell értékesnek lennie, amíg a gyerek örvendnek, és aztán utána felkerül a polcra, hanem azt tényleg minden nap elő lehet venni. És tanulni belőle, fejlődni, mindig visszatérni oda, sőt, a családnak már a nyári programja is így ki tud alakulni, hiszen ezeket a helyszíneket meg tudja keresni, és ha megnézik a rajzfilmeket, a főhősök bőrébe be lehet bújni, és ugyanúgy lehet kalandozni, és tényleg nagyon fontos az, hogy jól válasszunk ajándékot a gyereknek, sőt a miénkből, a mi kultúránkból, és játszva. Végállomás, kiszállás!